Premier második évad 19. adás. Sok szeretettel köszöntünk immáron az ingyenes box to -box mindenkit. Annyira ingyenesek vagyunk, hogy egy műsorunk gyártási, gyártási költsége 3112 forint. Jelen pillanatban az italok, amiket iszunk. <firm> e, Valamiért így alakult az elmúlt időszakban, hogy ez van. Úgyhogy uh, újra itt vagyunk a Premier league az ország egyetlen Premier League podcastjével. Három pókember ül itt előttem egymásra mutogattak. Masa, reméljük a gíkadást élveztétek. Meddig húzzam még? Tehát, hogy milyen hosszú legyen ez a beköszönő. itt vagyunk. De tehát... várom a kommenteket. van egy arc, hogy hívják, valamilyen Gergely, és mindig beírja, hogy szolgálati közlemény a műsor érdemi része három percnél kezdődik. <laughs> milyen jó fej már. Hát a van. YouTube csatornákon hát, ezeket már nem, nem csinálod köszönni. meg a time, time kódolni. Ez mindig van, olyan jó, amikor szóval valaki jó fej is meg. Gergelynek elmondanám, hogy mit reggeliztem ma. Két helt. Na szóval, köszöntünk mindenkit, nem húzzuk tovább, ready to make an entrance, sosmárk! Sziasztok! Na, no, végre itt van egy értelmes ember is. Mekkora az összeg? Nem, nem hangzik el? Várjál, várjál. 32 ezer, még mindig. Gergő, ki fog akadni Bence? Hát tudom, de <laughs> sajnálom, de most már picit Először valaki magamat. 32 <laughs> ezt a dolgot. <gül> <gül> Vagy esetleg a kommentelők fel tudnak ajánlani pluszba, hogy motivációs ellen. Na de Szabó szerepében is itt van, Mr. Michael Cox. Hi guys. Lendő TV szakértő is itt van. Hello Bello. És kedvenc témám jön Oleg Gunnar Szulsár. Mivel készültünk mára? Beszélünk egyszer ugye Szulsárról, meg hogy Manchesterben mindenki hülye, és lesz egyszer Joao Cancelo. Joao Cancelo, a félisten, csak hogy maradjunk a szélsőknél, és van még valami. Igen. Még Trent Alexander, még Arnold. Még szabadság a rendszer ellen. Jó. Hmm. Kit várunk? De itt nem az oltásokról lesz szó, ja. mondom. Na szóval, uh, Kerik kolléga megkapta ezt a hátlá hálátlan feladatot, amit úgy hívnak, hogy Manchester United. Uh, most kellett kirúgni, Oli? Most már volt értelme? Nem. Mármint, hogy értelme az abszolút-e volt, nem most kellett volna kirúgni, ez a kettő így egy furcsa módon mégiscsak együtt, tehát... egy kézben. Ja, mint, hogy amit mondok, az... Nem, nem, azt <laughs> 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 Nem, ezt az egészet, tehát hogy miért most? Tehát most, most mi a fasz várnak a United-nél? Tehát hogy most mi fog történni? De racionális választ nem fogunk tudni adni. Tehát ahogy a glézerek vezetik ezt a klubot, nyilván mi is fogunk itt a vezetőségről beszélni, meg hogy hogyan áll össze a Manchester United-nek a, a belső hát, káosza, vagy nem is tudom, minek hívjam. Itt nincsenek ilyen racionális döntések. Konkrétan az van, hogyha ha döntetlenezett volna a akkor megvárják a jövő hetet, és jövő héten rúgják ki, hogy mi valójában a különbség egy hónappal ezelőtthöz képest, meg ehhez képest arra senki nem tud választ adni, kivéve ki Joel Glazer, vagy aki éppen meghozza a döntéseket, nem I Igen, tudom. ugye nagyjából, hogyha egy utolsó élet akarsz felfedezni, hogy egy klub vezetése rosszul működik, az mindig az, amikor megjelennek már komoly helyeken is azok a hírek, hogy az edző kapott egy ultimátumot. Ez már régen rossz, mert azt jelenti, hogy igazából ki akarják rúgni, csak nem tudják, hogy tényleg ki kellene. És nem tudok, kezdve van az, amit a Bence mondott, hogy már bármi az eredmény a bizalmat már régen elveszítette, és fennáll ez a Deadman Walking szintű That's történet. A <hums> te mondd, hogy ki van rugva a te hangod mélyebb, mint gyakorlatilag. <laughs> ki mondja el Frodónak, hogy el kell hagynia a megyét? Hát, te tehát, olyan, óra. olyan aranyos, meg kedves, meg az interjúban is mindig mosolyog, ami egy vereség után egy picit rosszul tud visszaütni, hogy ott is egy csomagyag a játékosokkal, vagy lepocsizik azzal a megvájjal el, aki éppen elmegy a mérkőzés idézőjelben, mert nyilván nem rajta ment el, de hogy, de hogy ezek a Jelek nem feltétlenül jönnek ki jól, és akkor emellé jön egy teljesen inkompetens vezetés, akikről még mindig el kell mondani, hogy hiába ültették oda mondjuk Darren Fletchert, mint technikai igazgató. Igazából nem tudjuk, hogy nála ez a titulus mit jelent, Ezt mert edzéseken ott van. Ezt akar... Ez nem ott van. Tegnap a meccsen ő volt, aki a legtöbbet beszélt a kerekkel. Én értem, hogy amikor az Arzenálnál is kibaszták az Emberét, és akkor a Mertezakker odaült a Jungberg mellé, mert nem volt neki saját edző is nábja de hát a <laughs> Fletcher... Fletcher... <a> <laughs> meg a a a per, elég ber, ber, merjön, de A Fletcher akkor is ott volt az edzéseken, meg ott volt az öltöző folyosón, amikor még a szúszár bőven ott dolgozott. De ugye azt értjük, hogy a technikai igazgatónak nem ez a feladata, tehát ő nincs ott az edzéseken, nem rakosgatja a bójákat, nem csinál ilyen dolgokat, és összességében így továbbra sincs igazából a Manchester Unitednek a vezetésében egyetlen olyan ember sem, aki Hát, szagolt már öltözőt. Hogy de, de, mondjam. A mi? helyi, helyi kedvencel mi van? Ed woodward Ő még állítólag ott van? Az, a, legjob, az a legjobb történet, aki lemondott a Superliga botrány után, de úgy, hogy még ennek az idénynek a végéig marad, majd pedig külső tanácsadóként továbbra is számítanak rá. <síns> majd bejelentették egy pár napal ezelőtt, hogy valószínűleg nem fog elmenni akkor, amikor mondta, tehát még tovább Nagyon, fog maradni. Offshore Ed. <síns> Most attól hívjuk, így kiszervezték offshore-ra <síns> <laughs> és a, legszabad történetben, hogy ugye elmondta, hogy ebbe a szulsáros történetben nem akar dönteni. Mert nem hogy akart ne, az legyen, ne az, legyen, az utolsó, ne döntése, az utolsó döntése, döntése, hogy a legendát elküldi. Offshore Ed. Kedveljük. Márk, szeretnél a kedvenc ellenfeled kálváriájához <laughs> hozzáfűzni valamit? Külön nem. Tehát olyan szempontból, hogy már az ember... jó, <laughs> jó, hogy elkezdtünk róla beszélni. tovább. Nem az olyan már tényleg a földön fekvőt, mert egész egyszerűen brutális, ami Runetidnél van. nem arról beszélhetnénk, hogy most mi volt a VRL ellen ugye Kerik, Kerik mit csinált, először kezdett Donald a Bék, majd ugyanúgy, tehát hogy azt gondoltuk, hogy hú, ez most valami teljesen más lesz, mint amit gondoltunk, és teljesen ugyanaz történik. Száncsó kiragasztva a szélre. De Ronaldó még mindig lövi a nem, góllokat, nem, nem. nem kapja területbe a labdát, hanem egyez-egyeznie kell, folyamatosan hátulról építkezve, ami azért nem az erőssége annyira, vagy nem a legnagyobb erőssége. Majd megjött Bruno Fernández, akkor ő ugyanúgy visszalép és rugdossa fel a labdákat, mint egy őrült. És megint mi történik? A VR különben dominálja őket 70 percig, vagy 75 percig, majd egyszer belehibáznak egy bildába, és akkor Ronaldo Rúé volt, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy tökéletes és meccs. És Kerriknek volt pofája azt mondani a sajtóban utána, hogy a pressinget megdicséri a Manchester United Nél. Ez olyan szintű arcátlanság bazeg, hogy pontosan tudja, hogy az nem a letámadásuknak az eredménye volt, mert azt 95-ből 95 alkalommal szétszopatta ugye, a, via a via real, real. Ugye ez volt az egész meccsen a sémája, hogy a Rui felpasszolja, és akkor a középás meg a szabad szélső csak a Rui is elbaszta, és a Kapu nem tudta rendesen kipörgetni, és Egyetlen a Egyetlen egy ilyen szituáció volt, és van, ar, van pofája azt mondani erre, hogy ez a letámadásuknak az eredménye. Bent gólokra játszik ezt a játékot. Hát kérek elnézést, igazad Most van. nyomjam meg a stoppot. Jó, oké, én, leszek, én leszek az az ember, aki most picit próbálja megmenteni Michael Keriket, de csak úgy, hogy véletlenül lett, hogy az orralé tegyenek egy hosszú távú századés mert ez óvatosan. Elég lesz? Ne fejre kirakta Twitterre, hogy nem akarom beleszólni, de ugye, és végigírta azt, amit Ferdinand, Ferdinand mondott, amikor a szújsára PSG ellen nyert, hogy ugye le kéne rakni elő egy szerződés, írja, amit akar, amilyen hosszan akarja, írja akarja. Manchester United-nek a letámadásán, meg a Villarának egyébként európai szinten is elita build -ja. De hogy ez a közép sőbb blokk azért nem nézett ki annyira szarul többnyire, szerintem az egy kifejezetten ez jó ötlet volt, hogy a, a ronaldo azt még inkább kivette a védekezésből, mennyi maradjál elől, húzód picit a bal még akkor is, hogyha 4-4-2-ben védekezünk, és kvázi a Fred volt az, aki labda nélkül egy ilyen bal játszott befelé mozogva, kilépett a szélre, felvettem embereket középen, ez szerintem nagyjából ült, és a Villarrealnak is talán két komolyabb lehetősége volt az egész meccsen, tehát ez szerintem viszonylag jól megoldotta a környezetet. Más lapra képest. tartozik, hogy emberi megint rohadt beszari volt hát meg, a meccs 70 ában És az is, hogy a VR a, a szépen csinálta meg, de ami, mindig szenvednek egész évben, hogy amikor el, fölhozták a középeig, onnantól megállt. Mert az már nincs meg az, vagy Dán adják, és akkor sok siker. Mert nagyjából tényleg ennyi a taktika, és megint ez hiányzott. A vr és is az hiányzott, mint például egy Barcelona-ból, és ilyen mélységet senki nem támadja, és nem lehet berakni a labdákat, hanem mindenki áll, kéri a labdát, és akkor nagyon sokan vagyunk, és nem hmm. tudják elvenni. Szóval egy ilyen 4, 2, 2 kettő 0 -át. Sok volt a 4-2, 2 kettő, kettő nullát játszottak, igen. igen. Ja, de egyébként az egész Kerik az annyit, hogy ugye kivágták a szúsát, de azok az edzők, akik eddig is tartották az edzéseket, továbbra is ott vannak, ugye ilyenek a, a Michael Kerik, a McKenna, a Mike Phelan, tehát ezek a csávók foglalkoztak eddig is napi szinten a csapattal. Nyilván a, az alapelvet, meg az irányelveket voltak ilyenek, azt a szúrás szabta meg, de hogy nem tudom, hogy bárki várta -e komoly változást ezek után is, hogy megint csak visszatérjünk a Manchester United vezetőségének inkompetenciájára. Hát nyilván nagyon sok olyan pontot fel lehetne sorolni az elmúlt évekből, ahol akár szúsárból eljuk is lehetett volna, és kivághatták volna, ha legkésőbb máskor nem is akkor az elveszített. Európa liga döntő, után, holott azért szerintem a szúsárnak a tevékenységének egy bizonyos részét az bőven lehet pozitív fényben is értékelni, és őt szerintem a rebuild része, amit lerakott uh -huh. az az jól nézett ki, a plafonját azt elérte már nagyon rég szerintem, itt az előző szezonban főleg, de hát egyrészt, hogy nyáron neki ezek után még új szerződést adnak, meg az most nem az egész stábjának még plusz három éves szerződést adtak. Tehát, hogy ennek konkrétan semmi értelme nem volt a világon, ez a menekülés a ember, semmi... jó, ő már itt van, ő már tudjuk, hogy milyen, akkor maradjon már ő, meg maradjanak ezek a srácok, ismerik a klubot. De akkor most miért rúgnak ki? Meg szoptak egy mert négyest a VATFORT-tól. Ez a Amikor már a, a mutatókon látszik, hogy ez már nem lesz jó. A pénzügyi mutatókon. Mert nem veszik már annyira a mezt, meg nem fizetik ki annyian a jegyárakat. Tehát amikor már ezek jönnek. A be, Meg a médiában már annyira. Mondani, hogy a médiában már, ezt. hogyha csak, mind, csak úgy van rólad szó, hogy megint elvertek téged, megint megaláztak téged, és nem arról, hogy a Ronaldo megint hát, megmentett. Hány győzem az elmúlt nyolc meccsen? Kettő? Tehát, hogy Igen. nevetséges Meg Annyit azért szintén hozzátennék ehhez, hogy ha a legjobb tudomásom szerint Cristiano ronaldo egy év plusz opciós szerződése van, és a hírek szerint Zsorzi Mendes a Watford elleni veresség után három és fél perccel már emelte a telefont a glézerekre. És hogy. Mondjuk az Ronaldo-nak se jól. Inkább a boxer alsó. Mint Igen, de, de hogy pillanatnyilag, hogyha már megcsinálták ezt az egészet, akkor a glézereknek üzleti szempontból Ronaldo egy aranybánya. Ronaldo-t boldogan kell tartani, annak az árán is, hogy adott esetben ennek bármiféle szakmai eredménye van-e. Hogy szóval, hogyha el Ronaldo elég akkor ő is kell tartani. Mert ez már most már legalább olyan szempontból izgalmas, mert most a united nagyon sokat beszéltünk, méltatlanul sokat az elmúlt időszakban is. Egész az azért nem, nem elég jó az a csapat most hozzá. Nem a játékosok, jó, mint, hát a csapat. is beszéltünk mennyit az Podcasten. De ettől függetlenül most ugye mi történik? Egyrészt az, hogy tényleg őrület azt hallani, hogy szeretnék hozni egy, most van egy interim edzőm, ameddig hozok egy másik interim edzőt, aki majd eltart a következő, majd végleges edzőmig, és akkor már most ki, ki csodán, most dobnak be itt neveket, most akkor ő, ő akkor most megérkezik, de akkor most ő interim, vagy ők véglegesen tartjuk. Mi van, ha kerik nyer három meccs sorban? Zidán és Pochettino? Hát most Valverde pörög éppen Még egy, fél napja napja előtte Ernesto. Pochettino volt a legtrendibb. Zidane ugye egy annyi, történet, hogyha lehet hinni mondjuk a Guardiannek, meg Jamie Jacksonnak, hogy a pochettino szeretnék hozni, hogyha a PSG-től ki tudják vásárolni már most, akkor hosszú távra leültetik, ha nem, akkor a szezon végéig pedig Ernesto Valverdével szeretnék Igen, megigyezni. és ugye valverde ugye Romano is azt mondta, hogy csak interim edzőnek szeretnék ami A kérdés, hogy egyetlen elvállal -e egy ilyet? Igen, ugye Ernesto valverde Anglia azért egy teljesen új terep, egy olyan közeg, ami most nem teljesen egészséges, azért neki ebből Barcelonában is voltak problémái, holott egyébként szakmailag Ernesto Valverde szerintem, hogy a legmagasabb polc alatt van egye. Ezt rakjuk már rendbe, amúgy ha van rá időnk egy két és fél perc alatt, vagy nem tudom. Arra van időnk, amire akarunk. De Igen, mert nem ilyen báthörtön van, csak én szintén ebben a témában vitatkoztam itt a Twitteren a héten Valverdével kapcsolatban, és én számomra egészen sokkoló, hogy általában arról szoktunk beszélni, hogy a bajnokságuknak a folyamatos közvetítése miatt, meg hogy mindenki minden meccset lát és folyamatosan híreket látunk, ezért nem Abba szorulunk bele, hogy a BL mm, kieséses szakaszának a legnagyobb pillanataiban kiremekelt, és azért jobban tudunk megítélni embereket. A nagy fenét, a csávónak a teljes edzői karrierje, 57 éves a faszi, az alatt a két fordítás alapján van megítélve, amit a Barcelonával nyilván menthetetlen módon elbukott. Na, no. <sínt> 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 de most, most jól é... odaraktad, Bence, Na, hát kéne. az de. Kéne. <sínt> <sínt> stílusa, meg a United stílusa, amit... A eredmény... De az ugye nincs. United vagy a, a United <laughs> játékosai azért nem kompatibilisek <laughs> ebben a pillanatban egymással szerintem. Tehát, hogy azért nem, nem Velvernek, nem az a kedvence, amikor igazából nagyon sok támadón van, nagyon gyenge védőim, és abból is kevés, és igazából akkor talán meg az egyensúlyt, hogy igazából legyen már nálunk a labda, mert akkor lennék igazából jók de az persze Valverde nagyon szépen tud visszaállni, akár tud dominás játékot játszani, ha nagyon akar, de én azt éreztem, hogy a Barcelona ez az a problémája. De, hogy, de, de, ezzel a Manchester United, de miért akarunk feltétlenül domináns játékot játszatni, miközben egy tök hát, jó ha egy pont, van akkor tök jó, jó, jó kont csapat ne. lehetősége van benne. Hát, és, csak na, hát igen, kontrazi. és ez a legfontosabb, az új edzőnek legyen az egy végleges vagy interi edző, hogy a Ronaldo kérdés hogyan oldja meg. Szerintem egy egy, 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 interim edző nem teheti meg, hogy ronaldo kirakja. De nem fogják megengedni neki, hogy kirakja a a padra. Hát egész akkor egyszerűen... őt rakják ki Igen, három egyszerűen. meccs után. <laughs> De itt igazából az a kérdés, hogy hogy menedzseled a perceit, mert nyilván nem számúzni kell a padra, mert egy kurva jó játékos, aki gólokat fog neked hozni. De azt szerintem egyetemen látszik, hogy őt nem kell minden meccsen, az elsőt az utolsó percig fent a pályán. Csak a nyilván itt jön fel az, amiről említést tettem, hogy ebben a közegben valverde megvan-e az a tekintélye, hogy ezt meg tudja csinálni. Vagy akár pocsettinónak megvan-e ez a tekintélye, hogy meg tudja csinálni, mert Neki a biztos, Párizs azért egy nehezített terep ebből a szempontból, és ott azért látjuk, hogy nem feltétlenül. De Párizsba azért... Tuhel is, és Lőv Zsolt is, azért ezek megküzdöttek ugyanezen a nehézséggel, szóval szerintem Párizs talán a legforróbb ilyen szempontból. Na, aki ott megállja a helyét, az tényleg a top-top edzőknek az 1-2 százaléka lehet, aki azt mondja, hogy figyelj, én meg tudom regulázni, ne már Bappét, meg messi egyszerre, és mellette még a... Hát nem véletlenül nyert ott meg minden Tuna a BLM kívül. A, a, United sokkal kevésbé kellemetlen közeg, De mint a, a united a, mint a, mint a, mint ki a vagyok, akkor kín neve hangozzon el, aki kell ugye Párizsban. Nekem az a kedvenc részem most a Ferguson óta. Egy szezonban, amikor eljutnak a United-szurkolók oda, hogy na jó van, most már tényleg kínok kell ide, tehát a, a kommentje... És Steve Bruce bejelentkezett, <laughs> hogy ő rendet tudna rakni <laughs> az, az öltözőben. Lenne. Amikor kínok kell, akkor ugye ez a komment azt jelenti, hogy mindenkinek el kéne törni a tért karácsát ezeknek a kutya De ugye arra jön. Még a Valverd kevésbé izgalmas olyan szempont, mert tényleg, hogyha ezt most ilyen átmeneteni akarják, akkor oké. Okay. Mondjuk de... átmeneti edzőnek a Valverdénél jobbat sehol nem találsz. Ezt Igen, de én meg nem, nem, hiszem el, hogy ő eljönne átmeneti edzőnek most ide itt hét hónapra, Hiddink. Angliába, egy idegen közegben, nem tudja a nyelv, nem tudjuk mennyire tudja a nyelvet egyáltalán. Szerintem szóval Pocsátin olyan izgalmas. Azért már annyit szó hallottunk róla, és mindig ez megemlítették, hogy jó, de pont nem jött össze, pont rossz időpontban volt, amikor őt menesztették. Oké, okay, akkor mi legyen? És akkor szerintem itt a kérdés, hogy ha jövő év végén, és mondjuk azt, hogy nyáron elmegy a PSG-vel, vagy a PSG, PSG ott marad, és jön a Unitedhez, akkor hiszünk ebben a hiszünk abban, hogy United jól fog állni Pochettino-nak, és fordítva. Én ebben a pillanatban, ameddig egyrészt Ronaldo van, és ameddig különben ezek azért, mondjuk ki az egy Bruno Fernandes, egy Paul Pogba azért nem fogja azt csinálni, mint a Tatehemben Eriksen, meg mert bárki, aki még sem muszáj emberi ott középen, hogy ott mint az őrült rohangálnak, mert ezt kiányja a mindenkitől, hogy maximális intenzitással csinálja, nem ebbe jók. Akkor Pocsetinónak is változtatnia kell a hozzáállásán, és egyelőre, amikor ezt nézzük a PSG-nél, ez nem áll jó. Maximálisan egyetértek. Hát akkor most. Akkor... Mégis csak keriknek kell odaadni azt a hosszú távú szerződést. Nagy <laughs> Gix. Jó, még egy, egy, dologról szerintem beszéljünk, hogy itt kapcsán aztán, mert tényleg túl beszéltük, hogy a John Müllernek volt most egy tök érdekes cikke a Diatletiken, egyébként a John Müller Flam klubban állam lehet belépni, viszont ebben soha nem értettem bele egyet, nekik van egy ilyen agymenése, hogy egyébként az eredmények szempontjából hosszú távon az edzőknek annyira nincs nagy jelentősége, erre sok van, hogy ez valóban így van, hogy valóban nincsen, szerintem egyébként nincsen így. Ő ezt arra vezeti le, hogy, és ez ebben a cikkben is megvan, hogy egyáltalán azt tárgyalta, hogy a Manchester Unitednek szüksége van egyáltalán edzőre. jó, de jó cikk. Mert hogy egyébként az ő logikája szerint, ő azt nézte meg, hogy a transfer már szerint, mert ezt ő találta így a legobjektívebbnek, hogy már a játékos... Már most megőrítettem ezzel az első mondattal. Mártam, hogy a, a keretnek a, az összértéke alapján milyen eredményeket kellene elérni, és hogyha hosszabb minta alapján általában olyan eredmények jöttek, mint ami a keret összértéke alapján várható, attól függetlenül, hogy kiült a kispadon, és ő azt arra vezeti le, hogy hát a Manchester City az azért jobb, mint a Manchester United, mert hogy mennyivel jobb játékosai vannak. De én most felteszem ezt a kérdést, aztán hagyom a Márkot rendelni, csak a labdát azért fel kell dobni hozzá, hogy nem lehet-e az, bárom. hogy egy edző, abban azért befolyásolja ezeket az eredményeket, hogy egy rossz edző alatt a keretnek az összértéke visszaesik, és emiatt jönnek a gyengébb eredmények, amiket aztán visszafelé már le lehet vezetni, hogy hát persze, mert alacsonyan van a keret összértéke, ezért ezek a gyengébb eredmények a várhatóak. Tehát a Manchester United-nél nekem nem mondja senki, hogy ezekkel a játékosokkal ezek a várható eredmények jelenleg. Akkor szerintem adatok, akkor nézzük még ilyen kontextust. Mi, mi? hogy működik a transfermárk? Ugye a transfermárknak van körmely mögöttes algoritmus, de nagyon sok körmely mindig kézzel való utánahúzás történik. Egy német kis csapat ezt elkezdték csinálni, és igazából annyira sikeresek voltak, és annyira sokan nézik őket, hogy emiatt egyre nagyobb az a cég. De ettől függetlenül ez egy, egy manuális dolog, amit pillanatnyi forma és hírek alapján lőnek be itt értékeket az emberek. nincsen semmilyen szubjektivitás ebben, nem nem gólszámokat néznek. Itt azt nézik meg, hogy egy, bizonyos csapatnak hogy megy, mennyit szerepel különben a sajtóban, ez is brutális, mert ezek vannak benne az algoritmusokban, ami egyszerűen nem, lehet, hogy egy, játékos értékének a mércéje legyen, és ezért Őrülök meg mindig, amikor arról beszélgetünk, hogy a transfer milyen szám szerepel. miért transfer. és ez sokszor elhangzik, de Annyiban a mérték adó, hogy mindenkinek van valami értéke, de eddig ennyi, ennyi mértéket ad. Mert igazából onnantól azért Riam Brewster a Liverpoolnak a játékosa volt, amikor b át nyert a Liverpool. Egy rohadt percet nem játszott, amikor a b nyert a Liverpool, de az értéke az megduplázódott az időszakban. Ugye nem töltött a pályán egy percet sem. De azért, mert ő ott volt a Liverpool keretében, amely például ilyen Bajnok egy győztes lett, ezért dupla annyit érte. És onnan azt mondjuk, hogy hát igazából, persze még ehhez is képes és drágán vitte el a Sheffield, de mindegy, a lényeg az, hogy ezért megugrott az értéke. Egy Nábi Keltának fölfelé ment az értéke a Liverpoolba az elején, amikor megérkezett. Azért, mert bekerült egy Liverpool, amely sokkal jobb csapat, és sokkal többi, sokkal többen ismerik már, meg többen látogatják különben a nálas az oldalát. Hogy akkor láthassák, mm. és többet szerepel a sajtóban, több cik van róla. Több... Megnőtt az Insta követő. De, hát a... még ezt talán nem is nézik, mert hál' Istennek legalább a de ettől függetlenül nekem ez a problémám vele, hogy ez így nem működés, amit a Pitt mondott, igen. Tehát ha jó csapat vagy, akkor fölfelé fog mindenkinek menni az értéke. Ha bekerülsz nagy helye, válogatottal vagy klubcsapattal bekerülsz egy tornának a végjátékába, föl fog menni az értéket, mert így működik a transfermarktnak az algoritmus a mögötte. Akkor nem mondjuk... Jorgi nem? Hát, <gül> az <gül> talán nem is a transfermarkt <laughs> miatt, de... <Bencide. gül> de ettől függően szerintem ez a probléma, hogy ez, ezt így nem lehet, ez egy ilyen visszafelé következtetek arra, ami igazából nem ebbe az irányba történik. Nem azért csökken az értéke egy keretnek, mert az edzője igazából sem nem tesz hozzá, vagy hozzátesz, hanem azért, mert hogy hogy teljesítod a csapat. És ez az edző nagyon sok múlik, hogy te csapat, mert jól látjuk, mondjuk egy Thomas Tuhel, amikor megegyezett a Frank Lampard által vezetett cselzihez, ugyanaz a keret két nap alatt, hogy nézett ki a következő mérkőzésen? Hát teljesen más, a között, az volt. hogy ez nem mondja ezt. Hogyha más nem, akkor az Gerri értékének a változását megnézném mm -hmm. mondjuk a Lampard menesztésekor, és mondjuk a jelen pillanatban, hogy ez hogyan változott, úgyhogy köszönöm szépen a megerősítést, pontosan erre vágytam. Bence? Hát annyit én tudnék még leg... hozzátenni, hogy amellett, hogy már teljes mértékben nem mondta, hogy mi a probléma a transfer Márktól, hogy én még azzal is közelebb jöttünk volna a valósághoz, hogyha úgy számolja ki, hogy amikor megérkeztek az adott csapatba, abban a pillanatban mennyi volt a transfer az értékük, is ezt összeadni, mert akkor... Igen, volt... ugye úgy nézte, hogy az előző szezon végi. Igen. állapotot vizsgálta meg. És ott is ugye havonta változnak ezek a Igen. számok, és ilyen Pont vannak. Pont hogy... tehát a ezt... szívem mennyivel ér vajon többet a elmúlt két év során, mi, mi ahhoz és képest, és mennyivel érne kevesebbet, a hogyha Sousher lett volna az elmúlt két-három évben. És Tiago Silva a nullát ér, mert uh -huh. 36 éves. Igen. Mikor, micsoda értéket képvisel ebben a chelsea ben Igen. És akkor most mondhatjuk, hogy mert ugye a piaci értékét akar megmutatni, nem pedig az, hogy milyen hozzáadott értéke van egy csapathoz ennek. És igenis azt kell számítani, hogy Tiago Silva nagyon sokat ér ebből a pillanatban a chelsea -nek. A játékban mert az edzőnek, ez segít, nem azt el adni még 50 millióért, mert fiatal. Szóval ez a problémám nekem, hogy ez így nem jó. Tehát rá nem lehet nézni a játékos értékének meghatározására, mert nem erre szól. Ennél meg az is értelmesebb, hogyha valaki a 20 kord átlagokat így Uff. sorba állítja. Nyilván az is <laughs> na, óriási na, hülyeség, na, de, Dehogy. De hogy nem. Ott is brutál dolgok vannak. Uff. Persze jó, hát most ezek hülyeségek eleve a fociban, ez egy. De mindenki, aki megtette a szófaszkor, mindenki, és ilyen nagyon buta alkoholitmusokkal próbálják meghatározni, ki milyen. Ja, és ja. akkor ha rúgott három gólt egy mérkőzésnek, akkor 10-es. És igazából lehet, hogy három 11 es rúgott be, de hát ja, ja. nem tudjuk, mi játékos volt. Na? Ennyi. Kiből De engem. azért az jó volt, nem? Hogy még ő rúgta az utolsó golyátszósát. Igen, nem így ez... Kicsit. A, ő ő egy káromászó, vicces kis. Ö... Nem is tudom, szimbóluma ennek a, a érának az is annyira vicces volt, hogy itt uh, kerik. És nincsen vele egyébként nagy bajom, mert szerencsétlen mit tudott volna változtatni ebben a két napban, nem azért értelcelődöm rajta, csak hogy természetesen a kezdőben Fandebéknek muszáj volt szerepelnie, mert ezzel is demóztuk, hogy hát itt most van egy változás, edzőt váltottunk. Igen, hát... Rodóra fel, feladtuk a kis kabátkát, a kis csomagot, ő elindult Mordorba, csak <laughs> hát, Samu most ott maradt a megyében. <laughs> hát akkor... filan akkor pipin, meg trufaza... <laughs> <laughs> Rodó azt. most egyedül indult el. A többiek <laughs> ott maradtak második reggel megyében. Na, menjünk át a város másik felére. Van egy jól működő Manchesteri klub, nagyon úgy néz ki, hogy ott azért így rendben vannak a dolgok, és hát itt megszületett ez a João Canceló nevezetű úriember, aki nagyon csodálatos, mert úgy értem, hogy megszületett, hogy hogyan Hát lehet, lényegében ugye... újjászületett. Igen, tehát mindenképpen jó, amit mondtam, én is tudom. De hogy <laughs> kihozzuk, <laughs> a, a múltkori adásnak a mintájára nem tudunk leszakadni a szélső hátvédekről, mert hát ugye bal hátvédként lett Joao Kanszeró a Liga legjobb irányítója. Ki, ki, kinek dobjam fel ezt a témát, ki beszél erről? Szívesebben szerintem Bence, Pitt, Nagy Arányász. <laughs> én olyan dékjáték, most kéne megint egy 7 perces szóló. <laughs> Nem, olyat én amúgy is sosem szoktam, ilyen három és három, három fél percnél meg szoktam. Az elnyom, a baj, mikor... hogy belőled kinézem, hogy visszahallgattad és nem érted. Ö, igen. <laughs> Na, ne, nem értem le számológéppel, de én tényleg visszaszoktam sokszor hallgatni, és akkor így a Youtube-on nagyjából... És, nagyjába, és így a helyes, ez, ez is igaz. Igen, jó <laughs> dolgokat beszélnek ezek a fiúk, feliratkozok. <laughs> <bőről, szer> <laughs> Van egy, egy csomó álprofilom, és a hülyék, akik a kommentelnek ott a, a Youtube-on, elnézést, aki ezt teszi, nem azért mondom. Ja, azok, nem, azok mind minden nem, én vagyok. vagyok. nem mindenki hülye, aki a Youtube-on kommentel. De vannak. Én egyébként Igen, arra gondoltam, hogy Pete, me kapja megkapja karácsonyra ajándékként azt a sávot, ami a Márk 7 perces sávja alatt volt az övé, amiben csak ilyenek vannak, hogy... Hm. 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 Uh -huh. De ez hét percig, és akkor a pólóra. Azt hát a helyeselt. Persze. Mennyire igaz van a Így van. Na. Igen. Káncelóról Bence. Mert elvileg ő a témánk, nem a Pete. Igen. Cancelo azért csodálatos példája a játékosok fejlődésének, meg hogy hogyan lehet megtalálni valakinek a, a hasznát, mert hogy ő neki az első éve a Manchester City-ben az kifejezetten kriminális volt, és sokszor nem is nagyon értették az emberek, hogy miért nincsen pályán, mert ugye ő eredetileg azért érkezett ide a Citybe, hogy majd Vókernek a cseréje lesz, és hát, hogy a Cityben mindenkinek van egy cseréje, mert annyi opció áll rendelkezésre, hogy akkor őt majd lehet ebben hasznosítani, és Vóker abban az idényben ez a tizen... 18-19-es volt, azt hiszem. Színné volt játszatva, és uh, igazándiból nem nagyon tudtuk megfejteni, hogy vajon Guardiola mire vár. Hát egy hát olcsó aztán... csere volt 6,5 millió. Igen, na nagyon kevés pénzbe került. Aztán jó, mondjuk a Danilo 35 millióért lesz, beleszámítva abba az ügymenetbe, nem mindegy. Szóval az is vicces. 35 igen. Bár egyébként ő, ő nagyon, nagyon sokat fejlődött az elmúlt két évben, igen. és ebben a ban nagyon jó. Szett együk, hozzá. Igen. <laughs> Ö, szóval utána rájöttek az emberek, hogy igazándiból ugyanúgy, mint nagyon sok edzőnél, Guardiolánál is szükség volt arra az egy évre, míg ő tudta aklimatizálni, megértette vele, hogy mik az elvárásai, Cancelo is felfogta, hogy mik azok a mozgások, azok a játékelemek, amiket őnek neki ott a pályán meg kéne mutatni, és utána szépen lassan tényleg átcsúsztunk ebbe, hogy ő már tavaly is az idén nagy részében, idén pedig teljesen egyértelműen, ez elhangzott az előző adásban is, már a koprodukció Tettük ki ezt a, a mondatot, hogy eljutottunk odáig, hogy Káncelónak csinálják meg azokat a helyeket, amiket az előző években Debrönének csinálták meg, és Kánceló az, aki gyakorlatilag ezeket a a passzolgatás közben hirtelennyében kreativitással belült passzokat eljutatja hát a csatárokhoz. a félterület feletti uralmat abszolút ebből csak a másik oldalon. Igen. Egyébként itt a Cancelo... Bocsi... Csak erről a térjünk vissza, nem, nem a félterületet vette át, Jó. de majd a kancellónak A a felépítésével kapcsolatban azt szerintem a Manchester City-nél azért egy nagyon nagy előny, hogy más csapatoknál nem lehetett volna ennyit várni azzal, hogy jó, megtanulj mindent, te még nem fog sokat játszani. A Phil Foden nél ugyanezt, hogyha a Foden mondjuk, a, teszem azt, Thomas. A Manchester United-ben játszott volna, vagy az Arzenálban játszott volna, ezt látjuk most Szakánál, vagy Swissó esetében is, akkor 18-19 évesen már alapember lett volna. A City-nél belefért az, hogy szépen lassan adagoljuk neki a játékperceket. Nyilván ehhez még kellett az is, hogy egyébként nem sok edző vette volna, és szerintem, hogy a Cancelo az nem egy vonal mellett szaladgáló hülye gyerek, amire egyébként korábban használták, akár a Juventusnál is. Hogy te szaladjál el, add be szépen, mert egyébként az is jól megy neki, mert valami jó rugó technikája van. Tehát azért ennek a Manchester City-nek az egyedi környezete meg Guardiola az egy ilyen külön faktor volt szerintem, hogy a káncélóból most azt lássuk, ami... Itt, hadd mondjam már, mert, mert van egy csapat, aki szokott ennyit várni, az a Liverpool, csak ugye a 10 milliós játékosat ugye ezt megteni, mert ha 50 évek azon adnak egy az hogy erről a felépítésről az, amikor uh, papa Remzit építgette, akart belőle egy igazán gólerős, meg jó középpályást csinálni, és hogy nem tudom, mennyi volt Pét, egy fél évig volt kint Áron a szélen? Tovább. To és mi tovább. téptük a hajunkat, a fejünket? Hmm. Akkor született egy olyan poszt az útvengeren, amit uh, Szabó Krisztof írt, de akkor még integető hajbólkoló lufi ember névem, <gül> <gül> Mert neki ugye az volt. Szabó Krisztof írta, és az volt a cikknek a címe, hogy uh, beleszállt Remzibe, tehát a döntéseibe, és hogy mit tett volna Arteta mert előtte meg ugye Arteta játszott uh, hmm. Remzinek a pozíciójában. Azt azóta nagyon sokszor megbánta Kris azt a, hmm. a posztot, de nekem az jutott eszembe a Remzi, ahogy épült, hogy papa, papa tudja rendesen használni, hogy tényleg egy fél évig téptük a hajunkat, hol egyik oldalon, hol másik oldalon, és így ugyanaz lehetett a történet, mint Cáncelónál, hmm. tehát hogy. De utána nyilatkozta is, hogy ez azért volt, hogy fel kellett építeni. Lássa rendesen a pályát. Ugye azért, Történt változás kánceló szerep körében, ugye amikor érkezett, akkor azt mondhatjuk, hogy akár Volker cseré cseréjének érkezik, Walker ugye jobb szélső hmm. hátvéd, most balszélső hátvéd lett. Bár, nem nagyon nevezzük bárminek is ezt a posztot. De nem, balszélső irányító hátvéd középpályás. Kortöbbek, <laughs> <kiket>. igen. Szóval <laughs> néha onnan szokott, onnan húzódik be középre, de ettől függetlenül szerintem ez nagyon izgalmas, hogy ugye a Zincsenko játszott sokszor, Mendi, aki már nem nagyon fog játszani, hál' Istennek, de ettől függetlenül... A börtönválogatottban. Pont, pont, <laughs> pont ugye... volt egy zseniális ilyen interjú vele, amikor ezt mondta el, hogy hát most nézd meg, hogy olyan játékosokkal mint egy zincsenkó, oké, igazából egy középpályás, hát be fogom játszani, hát onnan így tud irányítani. Joel Canceló jó ebbe. Jó, mendé, mendé, nem, ő, őt el kell futatni a szélen, és így kimondta, és ővel hogy futnia kell a szélen. Hát, oké, De mindegy, kanszor, hogy ez mi történt vele, és azért szerintem máig látjuk a portugál változatban, azért, mert ennyire jól játszik, folyamatosan beverik, beverik szélre, hmm. hogy akkor hajrá sok sikert és amikor védekeznie kell, akár a City-be is, amikor védekeznie kell egy-egy ellen, -egy az egyik legrosszabb játékos a Premier League-ben. Ez volt a legnagyobb, vagy legalábbis én erre határozottan emlékszem, hogy azzal magyaráztuk még ezt abban az időben, amit mondtam, amikor nem játszott, hogy valószínű az a baja neki, Gárdiolának az a baja vele, hogy hát azért a Juventusban is sokszor meggyűlött a baj a, 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 védekezéssel, és hogy hát hátrafelé nem egy túl nagy géniusz, attól függetlenül, hogy védőnek. Hát és mi jót. történik Kyle Walkerrel, ugye, aki a utolsó mencs vár mindig a city -nél. tehát ha bármi történik, átrúgták fölöttünk a akkor majd jön Walker, azt lesprinte bárkit, és tényleg nagyon meg is csinálja. És ugye ez nagyon jó kánszal, akkor már nem kell megtenni. A Rez a része nagyon erősen, tehát hogy folyamatosan befelé van, és beszéljünk a Rez két szó csak arról, hogy akkor így dobáljuk ezt a szót olyan egyszerűen, de hogy ugye a azt jelenti, hogy amikor nem a labda, akkor arra figyelsz, hogy ne legyen lekontrázható. Ez a legegyszerűbb talán megfogalmazni. És úgy kell is minél jobban, hogy inkább a széle felé a csapatot, ne legyen nagyon könnyen a tengelybe áthetszolva ez a csapat. És ezért folyamatosan érkeznek befelé a City játékosok, és megszállják a közepét gyakorlatilag, és ahogy megvan a labda, max kifelé lehet rugdosni a labát, az meg nem akkora baj, mert ott azért az le lehet tolódni azokat a, azokat a plusz érkező embereket. Na de Káncerónak, és akkor Pete ez a fél területbe való érkezése, az egész Premier League-ben neki van a legtöbb labda érintés. Igen, hát. én megnéztem ezeket hmm. az érintéseket. Ugye egy szinten följebb vannak, mint né, Ugye a, a, a főterület gyakorlatilag 16-os vonalától a, a, középpályáig húzódik. Tehát ez nagyon hosszú terület. És ugye Cancelo egy szinten gyakorlatilag mögötte játszik, mert de Bruyne nagyon sokszor a 16-os sarkán szerzi meg a labdát, vagy kapja a labdát, és onnan passzolja tovább. Most az idei Bruyne-re mondod, vagy Még Még az a... idei, idei is, különben most kicsit vissza is hát neki nagyon más már a szerepe szerintem, mint De a, most is a, ugye a, a, a harmadik vagy negyedik az érintés számban. Most jelenleg a, a, Sokat keresik, de hát tavaly ugye gyakorlatilag ki lehet mondani minden, hogy ő volt a legelső embere, a, vagy a, az ellenfele kapujához leginkább közel lévő embere a Manchester City-nek. Idén meg, hát Isten nem tudja megmondani, hogy, ja, mert, minden, hogy itt van hol játszik. A magyarországi Kevin de bröjn! ja. szurkolik az elnöke és egyetlen tagja. Hát, ugye, Igen. Ugye, ugye, a hat, hat Leg, leghangosabb kritikusa. A hat legtöbb érintéssel érkező játékos, igen. Tehát érintésen rendelkező játékos a Premier League-ből négy, az Manchester City az első hatból. És ugye Cancelo a legtöbb, de Cancelo igazából tényleg egy szinte vissza, De Bruyne följebb, Silva följebb, és még Jack Grill is az, aki folyamatosan ott van. Mert és is már nagyon-nagyon fölfelé játszik, uh -huh. mert tényleg már 16-os sarkán kapja a labdákat szinte. És szerintem viszont ez a nagyon izgalmas, ugye most láttuk ezt a csodalabdáját Sterlingnek az előző hétvégén, de amiben nagyon-nagyon erős szerintem Cancelo, hogy nem csak ezt képes, onnan berúni egyből mögéjük, hanem ő pont azokat a labdákat, Adja, amiből lesz majd a kulcspassz. És ez egész nagyon neki van a legtöbb progresszív átadás, a támadó harmadon belül talán csak talán csak pont Alexander Arnoldnak van több összességében, tehát azért ez is jól mutatja, hogy hogyan használják ezeket a játékosokat. De igen, egyébként meg pont, pont ez a lényeg, hogy alapvetően, hogyha a futballt nézzük, akkor mi, egy csapat mit akar, hogy hol legyen a labda? a pálya tengelyétől leginkább távol. És szerintem ezt használtak Védekezésben. Jól... Védekezésben azért, persze. Ezt használtak ki nagyon jól Gárdióla, hogy igazából, hogyha megnézzük, akkor Káncer nagyon sokszor Volker is, mert Volkernek nagyon dinamikus a pozíció, hogy van, hogy harmadik védő van, hogy a Rodrival és Káncerról helyezkedik egy vonalba, hogy igazából nem, nem feltétlenül a közép pályán helyezkedik, hanem minthogyha igazából négy védővel játszana a Manchester City labdával is, csak picit beljebb, ugye pont a félterületben, de mélyebben, mint mondjuk egy nyolcas helyezkedne. És ezek azok a területek, amiket a legtöbb csapat úgy gondol, hogy ez veszélytelen. Legyen nálad ott a labda. A Cancelo meg pont abban, hogy Na, itt ha hagysz engem, akkor itt olyan labdák jönnek, mint az Everton ellen, itt olyan labdák jönnek majd, mint a Manchester United ellen, a Bernardo Szilvánál, mert pontosan ezek azok a területek, amiket a legkevésbé gondolsz veszélyesnek, és a legkésőbb érsz oda. Ha ide raksz egy olyan játékost, mint a Cancelo, na akkor használhatod ezt a cheat kódot, amit most használ a Manchester City Igen, is. De ugye mi tört? Ez akkor történik csak, hogyha vannak beinduló emberek, és ugye a vrl klasszikusan ez történik, hogy nincs az a beinduló ember, aki meghúzná a mélységet, vagy a Barcelonánál. És viszont, ha megnézzük a, citit, city állnak, gyakorlatilag öt támadó, kettő tuti minden egyes fölnézésnél, amikor fölnéz hátulról valaki, indul két ember. És a védelemnek kell reagálnia kell, mert ha megüti, akkor neked indulnod kell visszafelé rá. És ez, ami brutális szerintem a Cityben, hogy fel van az építve, tudja mindenki, hogy ha a és fölnéz, akkor nekem indulnom kell. És tőlem megcsinálja, persze kihagyja a 90%-át, de hát annyi helyzetem van, hogy ebből rugi is 15 volt egy évben, ez nem probléma a Citynek. Mm -hmm. Különben a city lesz ebből, hogyha nem, tehát továbbra is az van, ha a City ezt tovább csinálja, és XG-ben nem veri meg a liverpool hogy a kilakított helyzetek számában jelenleg nem tudja verni, és ugyanilyen rosszul fog befejezni, mint ahogy egyelőre befejez, ez hosszú távon ez vissza fog ütni, persze a, a védekezés meg, meg, a cheat code, mert a, pont a rest defense miért ez nincsen ellenük gyakorlatilag helyzet. Szerintem azt kijelenthetjük, hogy ha a City tényleg megvette volna kényt a nyáron, akkor ez egy nagyon ulamas bajnokság lenne. Csak és kizárólag egy Premier League adást, tudná ezt érdekessé tenni, nem? Mert egyébként olyan szépen beszéltek a futballról, egyre jobban tetszik ez a sport. Jó, olyan... foci vagy a Manchester City? A, 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 a foci. <laughs> Mondtam, hogy én, ha most kezdenék, én Liverpool-szurkoló lennék. Nagyon helyes. Márkal már lenne egy podcastünk. <laughs> ő lenne a kicsi Pete. <laughs> nem, az szóval a buraköz. Szegény Muraközi, igen, elloptuk a címkéjét. Na, beszéljünk még Szélső Hátvédetről? Szeretnétek? Ja, Pence? Én, mé én, én még mindenhoz csak menni jelentkezel? kell egybe. Nem, lehet nem? fenébe. Szóval arra akartam referálni, amit Márk mondott ezekre a kis jelekre. Ugye szoktuk a, pressing trigger szót használni, ami azt jelenti, hogy mikor indítják, mire indítják el a, a csapatok a letámadást a játékosok. Na, a Manchester City-nél nem csak labda ellen van ilyen, hanem labdával is van ilyen, és ezt nyilván nem pressing triggernek kéne hívni. Én ebből űztem sportot, Leülsz a, nem, hogy mondjam nem el, hogy értelmezhető legyen, a, a Premier League-nek, aki broadcastel, tehát tévében dolgozik, van egy ilyen archív felülete, és ott a meccseket képkockánként végig lehet nyomkodni. Felvágós. <laughs> és, és én ebből üztem sportot, hogy esküszöm, megnéztem egy szituációt a Manchester City-nél, és végig nyomkodtam képkockánként. És nem hiszed el, tényleg az van, hogy egymás figyelik, folyamatosan szkennelik egymás mozgását, és ilyenek voltak, hogyha a láport elkezdte elindítani a lábát adott nem tudom, szögben, vagy, vagy mozdulatsorban, az Aguero észrevette ezt, ő elindult visszafelé, és arra, hogy az Aguero észrevette a Laportnak a mozdulatsorát, hogy mondjuk kihagyott pont egy ütemet a mozgásában, és az azt jelentette, hogy ő majd passzolni fog, az Aguero visszamozgására, meg a szélső, aki mögötte volt, az meg ment be az Aguero helyére, és így háromszögben széthúzták az ellenfélnek a védekezését. És amikor ezt nézed, ezt így nem érted, hogy ezek az emberek 90 percet végig sprintelnek, és ilyen rendkívül apró dolgokra tudnak figyelni, és ebből áll össze egy csapatnak a, mozgást. mozgása. Ezt úgy hívják, hogy coaching. Ugye az a munka, a munka, az edzőpályán, mert ez a folyamatos repetíció és rögzülés, és talán átvezethetem, vagy akartok még itt a kánszelóról, hogy a mondani. harmadik tévánkhoz, és akkor ha nem haragszol, akkor nem, ezt de de átveszem tőled, mert ezt én találtam. A Twitteren volt egy, egy vita itt a Liverpool kapcsán arról, hogy ha már automatizmusok, meg jelek, meg rendszerek, hogy az Alexander Arnold egyik meccs után elmondta, hogy igazából amit csinálnak a jobb oldalon, a rotáció, a jobb oldali középpályás, az Alexander Arnold meg a szállá között, hogy hol az Alexander Arnold megy be, megy, megy, megy be, középre, hol a Henderson, vagy az Oxlade Chamberlain, vagy ki éppen ott játszik, megy ki a szélre a szállá vagy éppen fordítva. De fura, hogy az... még mindig mondjuk ezt a nevet. <laughs> Oxlade Chamberlain. <laughs> Milyen jó volt most az Arsenal, hogy rohadna meg. Na mindegy. valamelyik nap Árcél. szembe jött Willian, és én teljesen elfelejtettem, hogy az a fasz játszott nálunk. Ugye? Ugye? Yeah. De én nem volt erré. rég. azt mondom, de mintha meg se történt volna. Szép. Na ide, ezt, a, mit akartam ezzel mondani? Ja igen, hogy az Alexander Ánlót, megkérdezték, hogy ez mennyire, mennyire egy ilyen tudatos, én. mint a begyakorolt dolog, amit ők csinálnak ezzel a folyamatos helycserékkel, és ő azt mondta, hogy nem, nekünk megvan a szabadságunk, igazából azt csinálunk a pályán, amit akarunk, de Bizonyos alapelveket kell betartanunk, és szerintem itt ez a lényeg megyek. meg ezt kell megfogni, amikor rendszerekről beszélünk. Mondjuk a Manchester city is erről van szó, hogy ezek a játékosok egy mozdulata tudják, hogy a másik mit fog csinálni, hogy tudják, hogyha ő ott van, nekem hol kell lennem. Tudják, hogyha egy játékos bent van, kell lenni egy játékosnak a széle is. Az, hogy igazából ezen belül ki kicsoda, valamilyen szinten lényegtelen, és fel kell tölteni ezeket a pozíciókat, és ennek a rotációnak, ez egyébként a chelsea és pontosan így van most a tuheléknél, az a célja, hogy az ellenfelet te reakcióra kényszerítsd. Mert ha sokat mozogsz, akkor nem tudják lekövetni, akkor nekik kell reagálni valamit, hogyha statikus vagy, és úgy állhatod a labdát, az könnyű leolvasni, tudják hova kell helyezkedni, így, hogy mindig valaki máshol bukkan föl, attól függetlenül, hogy a a rendszert, magát, hogy mindig van egy szélső, mindig van egy középpályás, és mindig helyezkedik valaki mondjuk a féltelenül, és mindig megtartod, de ebben a variációknál abszolút megvan a szabadság. És pont ezek azok a jelek. Aztán látja, hogy jó, ben van az Alexander Arnold, akkor nekem ki kell mennem. Jó, látja a Henderson, hogy oké, okay, most ki van az Alexander Arnold, akkor ő jönni fog be, akkor én megyek ki a szélre. Tehát, hogy ez a szabadság viszont megvan. Ez az, ami az edzőpályán történik, meg, mm -hmm. hogy ezeket Berögzítsük a játékosoknak is, hogy ebből vannak ezek az ellentmondásos dolgok, ezeket lehet úgy félreérteni, hogy hát igazából szabadon vannak engedve. Persze, a rendszeren belül vannak szabadon engedve. Erről beszélt a Csillvel is pont, amikor erről kérdezték, hogy sokat mehetnek be a középpára. Igen, mert akkor kimegy a szélső, vagy a félszélső, vagy a Tuhel hívja őket, meg kimegy az oldalvonal mellé, de mindig kell ott lenni egy embernek. És akkor ha én bemegyek, akkor én utána beindulok a védők mögé, megcsinálom ezeket az underlepeket, hogyha a szélső van, mert ő lép vissza a labdákért, nekem csinálja meg a területeket. Ezek az automatizmus, automatizmusok szerintem a kulcsok, és azon belül a szabadság meg egy külön értelmezhető tartomány. És akkor nekem a legnagyobb probléma az, amikor valaki azt mondja, hogy hát de tényleg igazából szabadon vannak engedve, azt akarnak, most mit beszélünk? Az a United. Taktikáról, meg mit kell edző, nem? Igen. Visszatérve. Meg mit beszélünk arról, hogy mennyire, tényleg mennyire fontosak az edzők, meg mennyire kell, hát ezek annyira jó játékosok, ezek megoldják maguknak. De akkor megkérdezem, hogy miért történik meg, hogy egy mérkőzésen 15 szer ugyanazt látod lejátszódni? akkor az azért van, mert ők 15 pont ugyanarra gondoltak, mind a három. Hát, csak hogy már. Zsenik, Zsenik Márk. ezek zsenik. Zsenik. Hát közben hogy... gyakorolnak. Hát ez ilyen. Mert, mert hogy tényleg szerintem mindegyiknek van foci tapasztalat az, hogy valakivel nagyon szeret együtt játszani, és kerestek egymást a pályán, hú, tök jó, vele nagyon együttműködik ez a játék. De amikor egy harmadik embert is be kell venni, ővel is nagyon jól érezzük magunkat együtt, de azért már az, hogy hú, ha hát várja, akkor most akkor ő még már erre mozgod, ha, hogy csinálják. Ehhez rengeteg mennyiségű gyakorlás kell az, hogy tud, hogy ez a másik mit fog csinálni. És ez a tipikus, hogy a edző csak azt mondja meg, hogy oké, okay, srácok, lehet forogni, ahogy szeretnétek, de mindenkinek meg kell tartani a pozíciókat, mert szét kell húzni azt a védelmet. Mert ha még, még, jobban összehúzzuk, akkor egyszerűen ke egy ember le fog kettőtöket. És ezek nagyon egyszerű alapelvek, de ezek az alapelveket meg kell tartaniuk. És azért az, ez is, amikor Alexander Álland ezt elmondja, furcsán ő mindig befelé húzódik. Szóval ő érzi, hogy ő ott szeretné igazából játszani, meg ott hmm. szeretné osztogatni a labdákat, ezért el is várja, hogy a szélső folyamatosan, a Henderson, vagy az Oxley nyissa meg a szélét neki. És ez meg is nyitja és megtörténnek ezek én ezért mondom azt, hogy ameddig ezek a alapelveket be tudod tartani a játékosokkal, és Lőv Zsolt erről beszélt, amikor itt a testnős beszélt, hogy az nagyon fontos, hogy a játékosoknak, és nincsenek játékrendszerek olyan szemben, hogy nincs neked megütve, hogy 4, 2, 3, 1 te a szélem vagy. De minden, valakinek ott kell lennie, mert a szélét meg kell tartani, mert szét kell húzni a pályát. És ha másik indul, neked ezt észre kell veled, hogy mi történik, és arra kell reagálni. És akkor vannak erre a tökéletesen beállított csapatok, mint a City tényleg, amikor látszik, hogy ő már arra reagál Aguirre a Laportra, de Aguirre már van, aki reagálja, és ő is menjen be a helyére. És ezek a nagy kérdések, hogy Laport ezt tudja -e? Hogy Azért, mert ő elindult, még másik két ember és kihez üsse fel a labdát. És ezek a nagy kérdések és nagyon szépen látszódnak, hogy ez a City-nél megvan, és kánszolnak, ezért vannak ennyi passzal, ennyi jó passzal, mert folyamatosan érkeznek rá az emberek, amire föl lehet dobni. Ez tök fontos volt szerintem a második része, amit mondtál, mert hogy, a, hogyha valaki... El, nem? Nö. Az egész nagyon fontos volt, de különösképpen Ránköszön. az a fél mondat, ami a végén hangzott el, az ütötte meg a fülemet, hogy... Azt adott esetben még azt mondom, hogy ha valaki jól fejlesztve volt gyerekkorában, meg fiatal korában, akkor azt még észre is tudná venni, akkor maradjunk ennél Laport, hogy, vagy Aguero, hogy Laport mit szeretne csinálni. Az az edzői munka, meg az, amiről itt beszélünk, hogy utána a Laport tudja, hogy az a másik három ember, aki ott van a sorban, ő merre ment, és hogy milyen opciói vannak. Mert nem teljesen random mód történik, hogy hát most ő nem vette észre, ő mégiscsak észrevette, akkor oda fel lehet ütni, már rég letámadtak hárman, és elfogyott az idő, hanem tudja, hogy oda be fog menni valaki, és oda be lehet ütni a labdát. Annyira kötnék vissza, hogy mondtad már, hogy a játékrendszerek annyira nem számítanak ebben, annyira nem, csak én nagyon félek, hogy ezt valaki félre fogja érteni, és ezért próbálom megmagyarázni, hogy de számít a játékrendszer. a megmondják. Meg. De hogy a, itt mindig, a, ugye hol van a piramisban hogy a, a játékrendszer az lejjebb van a piramisban, mint ezek az alapelvek, tehát a játékrendszer annak van bőven-bőven alárendelve. Tehát teljesen más, hogyha két védővel, három védővel, négy védővel építkezel, de hogy emellett viszont ezeket a dolgokat, hogy mindig legyen szélesség, mindig legyen mélység, vagy hogyha nem ebben a, ebben a fajta játékban gondolkodunk, akkor az ívelésnél a lecsorgókra mindig legyenek második emberek, akik egy második labdákat begyűjtik, mindig legyen visszalépő ember. Tehát ezek attól függetlenül, hogy milyen játékrendszerben játszik egy adott csapat, mindig meg kell jelennie. Épp ezért nagyon érdekes, amikor azt mondják, hogy hát játékrendszert kell változtatni, és lehet, hogy működik, mert hogy van egy extra közép hátvéred, aki építkezésben nagyon jó, és az tud neked segíteni, akkor be kell raknod, és inkább annak rendeled alá az egész keretet. hogy a Chelsea-nél, ha már említetted a, a lővöt, meg múlt héten nagyon sokat beszéltünk róluk, ugye pont így a, a Tuhel nagyon ritkán játszott három védővel, tehát a Chelsea ott volt Aspilico, itt a, ott szilva. volt a Rüdiger, Rüdiger, aki ebben nagyon jó, Tiago szívet, adta magát, hogy itt meg nagyon jó szélső hátvédek, szánvédőnek is nagyon jók, Hát ez itt három védővel kell játszani, de hogy azok az alapelvek ugyanúgy megvalósulnak, mint hogyha négy védővel játszanának. De a játékrendszer az ilyen szempontból azért fontos, mert a, az ellenfélnek teljesen máshogy kell reagálni arra, hogyha két védővel három védő, vagy két középpályással három középpályással játszol, de hogy ezeket a, az alapdolgokat viszont minden egyes játékrendszer meg kell csinálnod. Akkor van probléma, hogyha ezek az alapelvek nincsenek meg, és csak a játékrendszereket így dobálod. Ugye abból szoktak lenni az ilyen káoszok. Dean Smith, Aston Villa. Uh -huh. Nem a játékrendszerek nyerik a meccset, hanem a játékosok. Igen, nem a játékrendszerek nyerik, de a játékrendszer mögött nincs semmi, akkor van igazából a probléma. <síns> És miért hozzuk fel ennyit lövőt szerintem, az csak azért is, nekem is ön megerősítés, hogy itt beszélgetünk ezekről, Twitteren olvassuk, próbálsz te is fejlődni, meg, meg nagyon sokat utána, de amikor visszamondja az, aki a edzői pálya egyik csúcsán lévő segédedző, aki benne van minden egyes ilyen, és ő is ezt igazolja vissza, hogy igen, ez így működik nálunk, és ezek az első gondolataink, amiket megfogalmazunk a játékosok felé, akkor azt gondolom, hogy ez mindenki számára lehet ez egy visszaigazolás, hogy nem a levegőről beszélünk itt, amikor itt próbálkozunk ezeknek a megfejtésével, ha, ha, sikeresen, ha nem. És nekem még egy dolog a Liverpool Arsenal meccsen volt, egy nagyon jó jelenet szerintem a... Oh, az biztos. <gül> a... <gül> Csupa jó jelenet volt <laughs> <hajtom> az. <laughs> a, a az. A, az volt egy szabadrugás a középpálya közepén, amit ö, legurítottak a kicsibe, és azonnal rúg, és ö, indult rá egy, egy pillanatnyi késése, és őt akarták megjátszani, hosszú lett, és kiment. És azt gondolom, az ember, hogy ez mennyire nem volt semmi, de nekem az ott az izgalmas, hogy én ugye minden Liverpool ilyen szabadugás kifejezetten figyelek, hogy hogy akarnak védekezni vagy támadni rajta. És mindig azt történik, hogyha van egy legurított labda, akkor már néz azonnal indulnak már fölfelé, hogy a kontranak a lehetőség az megnyissák. És látszik, hogy ezt ártétáig szerintem ki videózták, hogy ez történik, mm -hmm. Máné pedig a legszélén áll a pályának, akkor majd táveres, aki Máné elindul fölfelé a labdásra, és akkor táveres be tud futni mögé, és egy kaphatja a labdát. Csak látszik, hogy a másik oldalon is videóztak, mi történik, mert már Arzenál többször csinált ezt a legurítós játékát. És már szóltak, hogy nem mehetsz ki, ameddig nem indul valaki, ha jön valaki szembe. És lehetett látni, már elindul föl, hopp, meg, <síns> pedig még nincsen fölpassz, mert látja, hogy jön tevel, és úgy, nekem futnom kell vele, és fut vele. És ez annyira szép, hogy, hogy egy egy ilyen kis momentum ezt meg látni egy ilyen mérkőzésen, hogy nekem ezek az ilyen finomságai annak, hogy mire készülnek, és miket nézegetnek, amikor ott lapozgatnak, ott, amikor becserélnek valakit, mert ilyenkor a szabadrugás védekezés szituációkat mutogatják neki. Én pont rúgás buzik egyébként mostanában nézhetik az ázenát, mert ott a Nikolás jóvár az elképesztő jó munkát végez, ahogy végzett korábban a city is, még itt csak egy gondolatra visszatérve a játékrendszerekre, meg hogy mi alapján alakul, meg hogy megerősítés, ugye a coaches voices -nek az akadémiáján volt a Ráfrágniknak is egy, egy órás előadása, és ott beszélt arról, hogy például a, az Ázbornám ebbe a Red Bull rendszerbe. Na, hogy a... Nagyon alak... Red Bull fáról építkezünk. Igen. Igen, <laughs> igen. hogy alak, meg szívesen beszélnek ezekről. Igen, igen, abszolút. Hogy a 4 2 2 2 es játékrendszer hogyan alakult ki, az is igazából egy kényszer, vagy egy lehetőségből, hogy a, az Alán, aki középcsatár volt, mindig sérült volt, de a Soriano, meg aki játszott, az meg nagyon jó volt, lőtte a gólokat, felépült az Alán, van két kurva jó csatárunk, egyiket is mindkettőt kár lenne a padon hagyni. Jó, akkor ugyanazokat az alapelveket megtartjuk, magas lett nagyon vertikális játék, azonnal megyünk az ellenfél kapuja felé, de akkor toljunk be két tízest, megéljük a manét, meg a kampölt, meg azt a két csatát. És működött. Tehát az, az alapelveket a rendelkezésre álló játékosok alapján tudták rendszerbe illeszteni. Szerintem itt nagyjából ez a kulcs, hogyha ezt össze akarjuk foglalni. Uh -huh. Abszolút. egyre kevésbé kedvelem, azt azért így elmondanám ebben a podcastban. Mert eddig úgy volt, hogy én őt nagyon, de nem. Most már nem. Mi a probléma? Hát sem, nem tudom, nem tudom mivel basztuk fel, de rendszerűen ütiveri a játékosainkat. Tehát nem tudom, hát. szétkönyököli, lerúgja, nem tudom, mi van már néval. nem, ennyire. mert nem, 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 hoztuk el, lehet, hogy az a baja. Hogy nem hoztuk el. Bizonyosan. Akkor most találom minden meccsen. Ja, most az, alternatív univerzumok, ugye Fánhál le akarta igazolni a Manchester United-hez, és hát mi lett volna, ha Hát mi lett volna? Hát mi lett volna? Ha? Hát akkor már megint a szávú szemtoma van. <gül> 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 nem, akkor lett volna egy jó szélsője, és akkor no? lettek volna. Ele elég volt? Eleget értekeztetek? Igen. Ám beszélni? Nem, amúgy City olyan gyorsan elmegy. Pont közben, hogy még igazából még egy órája sem beszélünk, hogyha jól látom. Nekem van egy csomó. Olyan Beszéltünk a Wenger filmről van. is, hogyha gondoljátok. Mi, mi nem láttuk? Rá? Hát... Uh... Jóba kell velem lenni. A tengerfilmről. Vigyázz el, mert a falun ez a jóba kell lenni, ez egy teljesen más <laughs> dolgot jelent. Jóban vannak. Nálam is nyugi. <laughs> <laughs> Beszéljünk a arzán liverpool vagy Liverpool Az egy nagyon jó meccs volt, csak nem láttam. Az a baj. Pedig Te állítólag jobb voltunk az első fél időben. Teljesen vállalható volt. Undorítónak tartom, hogy a Liverpool az bildában is mennyire jó, és mennyire jól tudják ezeket a dolgokat variálni. Hát és ö... Gyakorlatilag fél óra alatt. Megnézték, hogy mit csinál az árzán, és onnantól kezdve nem, nem volt megoldás. Hát a második fél időben úgy nagyon finkan is tudtunk, azt így mondjuk ki finoman. Fú. Ott, na ott nagyon elvertek, nagyon kaptunk. A a egy nagyon fejdom. szigorú vagyok egyébként, hogyha ezt máshol is mondtam, hogy ugye a, a Liverpool próbálta befelé terelni az arzenát, meg hogy arra passzolgassanak a, a pressingjükkel. Nagyon szigorú vagyok, hogyha azt mondom, hogy ezt azért mondjuk úgy illet volna észrevenni legalább a fél időben is ártitáiknak beszólni a játékosoknak, hogy figyú, Nuno, ne, legyen már az, hogy nem ilyen 25 méteres passzokat küldözgetsz be középre, amire így rárohathatnak a Liverpool támadók, hanem hogyha ciki van és tényleg ezt csinálja Liverpool akármilyen jól, akkor mondjuk nem tudom, visszateszed a Remsdélnek azt ő Igen, yeah, egyébként Twitteren um, olvastam egy nagyon jó értekezés, hogy lehetett volna ezt is csinálni. Meg lehetett volna azt is csinálni, hogy beseggelni, mint ahogy az Ázán csináltál egy pár szarát. Nem, nem, sokkal nem, játszani. ne legyenek játszani. pragmatikusak, nem azt akartam, csak hogy ebből, tehát hogy ez a lehető legrosszabb csak, a hogy, volt. Meg... ezeket egy Manchester City megbírja csinálni ez alatt a nyomás alatt is. Tehát máshogy nem fogsz fejlődni, hogyha mm. egy Liverpool ellen nem próbálod meg. Jó, most megpróbálták és könnyűnek találtattak. Nyilván itt nem arra értem, hogy a távárás nyomás alatt egy gólpassz, mert az mm. nyilván egy hülyeség volt, <laughs> meg egy rossz helyzetfelismerés. De, hogy ilyen nyomás alatt megpróbáltak játszani, de... azt szerintem így mm -hmm. a középen próbáltak a, pass, ha megnézzük különben. Ugye kihozta két ember közül, akik letámadták. Örül az ember, hogy úristen, kiszabadultam, végre mehet egy passz. Eléjött, szóval Oxley Chamberlain jött vele szemben, fönt állt, lákezett, vagy jobban megyek vele szemben, de Tiágoz benne volt az arcában, nem lehetett fölpasszolni, a szélén nem volt mellette senki, mert azt hiszem smith aki gyakorlatilag a cover volt, tehát lefette Oxley Chamberlain, és nem maradt más pozíció, csak befelé passzolni, Ott volt három ember, meg Zsota. És akkor, na ez ugye klasszikus, ilyenkor nem passzolhatsz befelé, előre futásról visszafelé, mert abból egy borzasztó passz lesz. És bepasszolta persze oda, hát. nem lehet ezek ilyen, de ezek is ilyen alapelvek, ezt nem teheted meg. hogy volt a más második fél de egy hat perc, amikor csinált négy olyan hibát. De a ami, az ugyanez, le is ami, tett kapva. A közel senkinek, tehát ez mindegyéni hiba volt, tehát hogy nem is kikényszerített semmi, ott neki volt egy 5-6 perc, amikor szerintem így nem tudta, hogy hol van. Ez egy nagyon érdekes dolog amúgy, amit itt mind a ketten fiatal nagyon ellenkezőt szerintem. Persze, ez azért mondom, hogy a, ahol máshol beszéltem erről a meccsről, ott azt mondtam ugyanúgy, hogy ez egy nagyon fiatal csapat, szóval simán meg van engedve, csak ez egy tök érdekes dolog, hogy vajon mi segít jobban egy játékos fejlődésében, hogyha hagyod elkövetni ezeket a nyilvánvaló egyéni hibákat, vagy hogyha beszólsz neki, hogy figyelj, fedd már észre, és akkor tudom, hogy egyébként nem felel meg a mi alapvetéseinknek a játékban, de inkább rúg már fel a semmibe, aztán kezdjük újra az egészet, hogyha Liverpool befejezte a támadását, vagy nem tudom, vagy szerezzük vissza a labdát. Ha azért megkérdezed, akkor ő azt mondja, hogy az előbbi. Igen? hogy majd megtanulja a saját hibáiból, hmm. mert majd azokból tud fejlődni. Hát ez egy klasszikus pedagógiai módszer. Hát attól függ, mi a retorzió. Tehát, ha hát most éppen abszolút. az, hogy most megkaptam a videófájlokban, és ezt kell két hétig nézned, ezt a négy-öt hibát. <gül> <Ez> <gül> pontosan nap. így van egyébként. Tehát de valószínűleg... de tegyük hozzá, hogy azért a és pont beszéltünk erről a pszichológiai részéről a focinak, hogy mi történik veled, amikor folyamatosan negatív dolgokkal szembesülsz a pályán. Egyszerűen az önbizalmad, és egyre rosszabb döntéseket hozol, mert próbálsz biztonságra menni. És szerintem ez történt az arzenál a másik évben, hogy próbáltak, meg volt az, hogy hozzuk fel a labdát, srácok. Ez az alapvetés. Nem fölrugtassuk, meg fogjuk felhozni a labdát. És akkor az első fél volt pár egészen szép labda az Arzenálnak, ami aztán utána a második szinten általában megállt, és nem csinálták végig, de volt egész jó lebontásaik. Na de mi történt távárással szerintem? Ugye addigra már 3-4 Liverpool helyzet be lett fejezve a másik oldalon a saját kapujánál, ugyanúgy letámadásból, tehát lövés lett a vége, amit vagy védett, óriásikat remzél, vagy éppen nem tudom, oxicsemél a saját lábába rúgta a labdát. Szóval voltak ilyenek is, de ettől függetlenül lehetett látni, hogy addigra akkor a bajba volt az Arzenál, és azért Felmenteni ebből egy távárás, és egy fiatal játékos, hogy megjegyzett a Premier League-be az Anfield-re, amikor éppen a legdurvább presszlinget kapja az életében, amit kapott az arcába, és mellé az Anfield-nek a kop felé támad a Liverpool, és üvölt mindenkit az Emfieldre. Mióta azért... nem kaptatok ki a... az Emfield-en? 2015-16. Igen, sajnos a. A tavaly egy kicsit becsúszott a porszem a gépvezetbe a, a többi ilyen es meccsen a alatt, de <laughs> ettől függetlenül ja, azért... Úgy volt ezt úgy volt a statisztika, hogy olyan meccsen, amikor voltak nézők az <laughs> anfield <laughs> Ak Akkor nagyon régen. De ettől függetlenül szerintem a Liverpool az brutálisan erős továbbra is a City is, és most a Chelsea is azért jó, jó jeleket mutogat. Mondjuk a Juventus volt, itt megint az ellenfélnek az erőssége azért befolyásolt tényező. Szerint képesség. Mm. 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 Azért nézzük meg, hogy mi lesz mm. ebből a, a Chelsea-ből szerintem, és ami nagyon izgat engem az a City West Ham meccs a, hétvégén, hogy abból mit fog csinálni a West Ham, egy brutál direkt csapat, ezen a legerősebb rest defense ellen, hogy akkor most itt kényeri ezt a párharcot. És akkor lehet, hogy betízelek egy témát a jövő héten, hogy meglátjuk, hogy mi lesz mondjuk hétvégén itt Chelsea united de hogy mintha ez a Chelsea Sokkal jobban néznek kilukakon nélkül, mint igen. vele. Ajaj. Zárásként van egy. Ö, tényleg komoly kérdésem, ö, mert hogy ugye itt megtörtént, az Arsenal most már játszott gyakorlatilag a világ három legjobb csapatával, akik ugye a Premier League-ben vannak. A negyedik és ugye... ugye a Bundesliga-ban van. van <laughs> igen, igen, a, az egyik, ugye a, a Chelsea, <laughs> a City-ről és a, City a, a Liverpoolról van szó. Az első kérdésem az úgy hangzik, hogy szerintetek mennyire volt ez a mennyire számíthatnak ezek a meccsek reality checknek az Arsenal szempontjából, meg hogy egyetértetek-e azzal, hogy ugye ezen a három meccsen 11 gólt nyeltünk be, és egy válaszoltunk, hogy egyáltalán volt-e 11 gól e között. Az XG alapján volt. pont 11 volt ennek a három meccsnek az xg -ja. De egyébként, hogyha a reality check, azon mennyire lepődtünk volna meg, hogyha egy ugyanilyen meccsen a Liverpool az a West Hamet veri meg 4-0-ra csak úgy minden, csak minden, ugyanígy van, csak a West Ham az ellenfél, és ugyanez a meccs, ugyanígy lemegy. Meglepődtünk volna? Egyébként igen, nem. de nem azért, mert hogy olyan borzalmasan rosszabb csapat lenne a West Ham, csak más a profilja a két klubnak. De hogy és ez a... a... két csapat most hasonló polcon van, Egy az Arsenal e, meg a e, West Ham. Igen. tehát hogy a... Csak szerintem a West Ham egyszerűen nem tud szétcsúszni. Jó, mondom, már más stílut, a mondom, a keretnek, stílus, mondom, ez a... más a... stílus, máshogy játszanak, csak igen, hogy mondom, mindent ugyanúgy, csak az Arzenát West Hamnek hívják. Nem, nem, nem abszolút nem. Akkor nem hát de annyira, annyira kiemelkedik ilyet. ez a három csapat ebbe a pillanatban a Premier League-ből, ez jól látható különben, hogy és most már lassan a pontszámban is meg fog ez történni, ahogy egyedülben megyünk előre a bajnokságban, olyan úgy néz ki, hogy egyszerűen az arzenálnak ebbe nincs beleszólása ebben a pillanatban. Tehát, hogy reality check, igen, az egész premiernek reality check ez az év gyakorlatilag, hogy van három brutálisan erős csapat, amire most próbál felzárkózni egy kont és tatám, aminek lesz valami esélye erre, azt gondolom. Mert nem való egy... bajnok esélye, csak ja, a jaj, 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 jaj. probléma. A, egy arzenál, csak hogy az a... arzenál szerezze meg a negyedik helyet. Aki ugye trásztolja a processzét éppen, és nézzük neki, mi lesz belőle, különben azt mondanám, hogy csak tehát megint az Arzán az a kérdés, hogy ebbe az évben most mit bizonyít be Ártéta. Azt gondolom, hogy azt, hogy van processz. Az, hogy jó ez a processz, az nem biztos, hogy kiderül ebbe az évben. Nekem ez a kérdésem, és az lehet, hogy jövőre derül ki. Most ez az Arzán szurkolónak gondolom jó hangzik, hogy vagy jövőre majd még kiderül, hogy most igazából tovább is rásztoljunk. Na mindegy, és akkor United. Ha hoznak ide egy értelmes edzőt, akkor itt viszont egy olyan brutál top hat lesz, amit egyszerűen tényleg nem lehet elképzelni máshol, hogy ez összejöjjön, milyen játékosokkal. Milyen edzőkkel. Ez uh, mennyire egy ilyen hülye szurkolói kérdés, vagy felvetés részemről, biztos, hogy nagyon. De hogy, uh, tehát hogy én azt hittem meg, hogy beszéltünk erről, tehát, hogy, hogy uh, úgy az első másfél éve alapján Artetának, tehát, hogy én valamiért azt hittem, persze ez ilyen naív dolog, tehát, hogy még egyszer az azért nem fog megtörténni, hogy mi négy-öt gólokat kapunk egy meccsen. Szerintem ez pontosan abban rejlik, hogy ott az elején az eltét a bevállalta azt, hogy akkor jó seggelni fogunk. Aha. Most meg ráment hogy jó, akkor megnézzük, hogy mit tudunk azzal, amit játszani akarunk hosszú távon. Hát igen, mert amikor City ellen nyerték, akkor is mi történt, seggeltek, és igazából abból elmentek kontrából, és akkor működött. Tehát ott is azt mondja, megvannak az alapelvek, tehát kihozzuk a labdát, de hogy nyomást nem bírunk fenntartani, és nem is próbálkozunk vele, mélyen védekezünk, és most látjuk, hogy az Arsenal egy ilyen mély blogba védekezik, az a legtöbb csapat ellen nem néz ki annyira rosszul. Ez is megvan, csak hogy a haladáshoz viszont ettől el kell lépni. Hát jövő ilyenkor majd visszatérünk erre a témára. Nem tudom, hogy előbb érdemes lesz-e. Az arsenal az azonban... továbbra is elmondom, hogy a top 6 kell ebben. harcolni, és az Arsenal idén lehet hatodik is, meg lehet tizedik is. Hát inkább a hatodik. De a hatodiknak most már szerintem elvárásnak kéne lenni. Hát meg azért úgy meg is néz ki, hogy az meg is, meg is, igen. Meg is lehet. Tehát... Igen. Jól van. Ennyi? Hmm. Hát akkor, drága kedves hallgatók, ennyi volt a Premier League 19. adása ebben a szezonban. Ha vonalazni kell, az már nem les, Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és ha akarjátok nézni a Wenger filmet, ahhoz a nózba kell jönni. Puszi, sziasztok! Adó.